Hello! A mai történethez kissé vissza kell mennünk az időben. Na azért nem ennyire. 2019-ben nekem és két csodás barátnőmnek egyszerre támadt olyan érzése, hogy meg akarjuk nézni számunkra legérdekesebb városokat Európában. Három fő desztinációt választottunk ki, Rómát, Barcelonát és Párizst. Mindezeket nagyjából egy hét leforgása alatt terveztük bejárni. Utunkat Pozsonyba kezdtük, ahonnan átbuszoztunk Bécsbe, ahonnan egyenes járat indult Rómába. Visszapattant. Az első napon elfoglaltuk a szállásunkat, de még este beiktattunk egy kis sétát. A második napon hosszú utat jártunk be. Délelőtt megnéztük a Fórum Romanumot és a Palatinust, és annak ellenére, hogy minden egy helyen volt, mégis sikerült valahogy eltévednünk. Legalább láttunk egy olasz macskát. I am Italian. Mivel meleg éghajlaton voltunk, szabadon élő papagájokkal is találkoztunk. Ezután megnéztük Viktor Emánuel első olasz király emlékművét. A változatosság kedvéért ez már egy 20. századi építmény volt. Délután pedig megnéztük a Kolosseumot belülről is. Rengeteg ember volt. Visszafelé mellett azután jól elkapott minket az eső. És a jég. Később még kimentünk egyet a városba, ugyanis aznapra volt még egy úti célunk. A spanyol lépcsők. Európa leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsősora 138 lépcsőfokkal. Felette a Trinità dei Monti templom található, alatta pedig Bernini által alkotott szökőkút, a Fontana di Barcaccia. A kutat tápláló vízvezetékben nem volt elég nyomás, így a művész egy félig elsüllyedt bárkát készített hozzá. Közelben megnéztük a híres Trevi kutat is, amely mondhatni a szökőkutas apró pénzdobálás forrása. A harmadik napon ellátogattunk a Vatikánba.
Michelangelo is waiting for us in the Sistine Chapel. Pápához is beugrottunk egy sütire, de illetlenség lett volna videózni közben, úgyhogy csak hinnetek kell nekem. Azután találkoztunk egy utcai hegedűművésszel, akinek a divathoz is kitűnő érzéke volt. Ezután sorra jártuk be az angyalok és démonok helyszíneit. Később azután még volt egy kis időnk, így felszálltunk a városi buszra, amire vettünk egyet, és megkerestünk egy legendás helyet, a Santa Maria in Cosvedin templomot, ahol be lehetett dugni a kezed egy falon levő fickó szájába. Teljesen megérte. A negyedik napon ideje volt ismét útra kelnünk, a reptér előtt viszont még elmentünk ebbe a helyes kis parkba.